Hölgyválasz vendégeink. Szepesi Vivien fitness világbajnok, személyi edző, gerinc tréner, korrektív tréner, pre- és posztnatál tréner, táplálkozási tanácsadó. Hisz abban, hogy kellő kitartással mindenki elérheti a célját az életben. A hozzáfordulóknak segít a sport megszerettetésében, egészségük megőrzésében és helyreállításában, valamint a vágyott forma elérésében. Schlegel Gabriella 3 gyermekes családanya. 3 esztendővel ezelőtt érett meg az elhatározás benne a változtatásra, de akkor még maga sem sejtette, hogy mindez milyen nagy mértékű lesz. Mielőtt Viviennel találkozott volna, életében nem kapott helyet az edzőterem látogatása és a futás, ami ma már élete szerves részét képezi. Kovács Dobák Tünde egy 15 éves fiú édesanyja, másfél év alatt 30 kg-tól szabadult meg, amelyben férje és fia mindenben támogatta. Nem csupán külsőleg változott meg az elmúlt időszakban, de sokkal energikusabbá vált az átalakulás során. Az életmódváltásnál nagyon fontosnak tartja, hogy szakember segítse a tervezett átalakulást. A család támogat ebbe olyan módon, hogy nem kell külön főzni nekik. Ők is szívesen megeszik, a férjem és a gyerekem is ugyanazt, amit én. Tehát, hogyha zablisztes bármit sütök, főzök, akkor ugyanúgy megeszik ők is. Tehát azért fontos a család támogatás. A támogató közeg egy életmódváltásnál egy nagyon kulcs szerep és kulcsfontosság, ugye? Nekem igen. Most biztos másoknak is. Tehát, hát nem kimondottan, csak lelkileg, hogy támogassák az embert, mármint, hogy jaj, de ügyes vagy, szívem, továbbra is menjél, hanem hogy ilyen módon is, hogy például megeszik azt, amit én, vagy például időt spórolnak nekem, mondjuk a házi munkában, uh-huh. hogy akkor hogy ezt osszuk be, és akkor igenis forduljunk a családhoz, és ismerjük fel azt, hogy nekünk ez egyedül nem megy. Tehát, hogy edző kell hozzá, a család támogatása kell hozzá, ezek mind fontos dolgok ahhoz, hogy el tudjunk érni valamilyen eredményt. Neked mi volt a legnehezebb ebben az egész életmód változtató programban? Melyik részterület, amire nagyobb energiát kellett fektetned, hogy elért táplálkozás, mozgás, vagy micsoda? Hát első körben nekem minden. A táplálkozásban is. Én jellemzően stresszevő vagyok. Uh-huh. Bármi problémám volt, otthon voltam egyedül gyermekkel, azon is ideges voltam, hogy éppen, hogy még picike, és nem tudja mondani, és én biztos nem jól csinálom. Nem tudom. Utána következett az időszak, amit meghagy a gyerek, és akkor azt nem szabad kidobni. Igen, ez ismerős. Tehát így az összes rossz minta az megvolt nálam. Mozgásban a semmi, azon kívül, hogy a gyermekkel sétálok, a kutyával sétálok, tehát ott is mindig valaki másnak az igényeihez igazodva, és én valahol elvesztem. És tényleg az, hogy megtaláltam azt, hogy egyrészt a rendszert, nekem ezért nagyon fontos volt, hogy egy edző segíti a munkámat, mert hogy én nagyon szabálykövető vagyok. Nekem, hogyha valaki megmondja, hogy ezt kell csinálni, akkor én azt csinálom. Hogyha megvan a fix időpontom a héten, hogy mikor, hova kell mennem, és mennyi ideig fog ezt tartani, akkor úgy csinálom, hogy nekem az beleférjen. De hogy ugyanezt otthon én megcsináljam, hogy szakítok magamra időt, és megcsinálom a napi tornát, mert hát tele van az internet vele, igazából végtelen a lehetőségek tárháza, de ott mindig volt valami, ami fontosabb. Nekem ez segített tényleg, hogy valaki megmondta, hogy akkor ez a szabály, és ezt a sormintát kell követni. Nagyon érdekes, amit mondtál, Vivi, akkor ha jól értelmezem, hogy egy sikeres életmódváltás az gyakorlatilag egy önismereti út. Tehát, hogy amikor egy ilyet végigcsinál az ember, és most már 3 éve, 2 éve van ez az óriási változás, akkor az ember közelebb jut önmagához. Igen, igen, feltétlenül. Ez tényleg a család is nagyon fontos szerintem is, de azért
vannak olyan helyzetek, amikor tényleg egyedül jár az illető az úton, és azt is szoktam mondani, hogy ugye az sem jó, hogyha valaki úgy jön, hogy azért, mert a párom azt mondta, hogy nekem ez kell. Tehát ami, ott nem szokott sokáig tartani a lelkesedés, ha csak nem ő rájön, hogy hát ez az edzés, ez tök jó dolog, és megszereti az edzést, mert ugye ez is nagyon fontos, mert persze a táplálkozás, a sport, meg a pihenés, hogy legyen meg a kellő pihenés is a regenerációhoz, ez a három tényleg egy alapköve, de én azt szoktam mondani, hogyha valaki csak úgy jön, hogy ő csak a sportot szeretné csinálni, mert ő csak sportol és eszik, akkor is lesz változás, meg akkor is, hogyha csak ő otthon az étrendjét rakja rendben, és nem sportol, de nyilván, hogyha ez a három dolog, vagy minimum ez a három dolog stimmel, akkor a legnagyobb. És hát igen, pszichésen ez borzasztóan nagy fejlődés, meg az, hogy pozitívan lássa mindig a dolgokat. Én pozitívnak tartom magam, meg szerencsére a vendégeimet is így vonzom magamhoz, hogy mindenki pozitív személyiség, meg segítik egymást is. Persze mindenkinek vannak mélypontjai, de ugye hát ilyenkor jön az, hogy tényleg annyira szoros a kapcsolat, hogy bármilyen témában tudjuk egymást segíteni. És van ilyen, hogy valaki, nem tudom, jó szó-e, kudarcot vall. Tehát, hogy ugye ez nem sikerül neki, megáll félúton, stb. Akkor mivel tudod bíztatni? Tehát, hogy még azért gondolom, van visszaút. Hát persze, mindig van visszaút szerintem. Hát ez sok mindentől függ, hogy most azért vart kudarcot, mert éppen egy nehéz lelkiállapotban van, akkor mondjuk tudom neki mondani, hogy hát a sport az segít, ugye nagyon sok pszichológus ma már ezt vallja, hogy sportolni, mert egyszerűen nagyon jó stresszoldó, ugye már az endorfinnak a felszabadulása miatt, ugye ezért okozhat függőséget is ez a sport, de azért napjainkban szerintem nem az a jellemző, hogy valaki túledzettség miatt lesz rossz kedvű, hanem inkább az ellenkezője. Heti hány edzésre jártok, lányok? Én most háromra járok, és amellett igyekszek kardioedzést is tartani. Azt nem mindig okvetlenül edzőteremben, van, amikor terepfutás, vagy egy túrázás is megteszi a családdal, mondjuk egy hétvégén, egy jó kemény túrázás, az is jó. De hogy edzőteremben, Vivihez konkrétan heti háromszor járok. Az igen. És te, Gabi? Én Viviennel heti 2 órát súlyzós edzést. Nekem az vált be, hogy mi tömbösítjük, tehát egy nap megyek, és akkor 2-szer 1 óra egymás után. Aha. Azon fölül pedig nekem is így előírás volt, hogy mivel hogy én úgy indultam, hogy súlyt szeretnék veszteni, na hát az nem a súlyzós edzésekkel történik, hanem a kardiomozgással. Nem csak. És innen indult, hogy hát rám bízza az ő edzéseim fölül heti 3-szor ilyen válasszak magamnak valami kardiót. Uh-huh. És mi közül választottál? Hát volt otthon futópad. Tehát neki én nagyon így jó kerültem volt, adott volt kapcsolatba a futásra, hogy bekapcsoltam a futópadot, az előre beépített programokat szép sorba, és a 20 perces gyors gyaloglástól indultam. Nyilván súlytöblettel az izületeknek se jó, hogyha rögtön futni kezd az ember. Hát most ott tartok, hogy heti 3-szor úgy körülbelül 1 óra futás, hétvégén egy hosszabb futás. Ilyen közösségi futások is tényleg nagyon föl tudják tölteni az embert, és ott most már ilyen félmaratonokra nevezünk a férjemmel. Azt a mindent, és akkor már nem csak a futógép van, hanem a szabadban is van a futás. Igen, mert egy idő után a futógépen azért már unalmas, amikor tényleg több órás futások is már szóba jöhetnek. Beszéljünk egy kicsikét erről a súlyzós edzésről, mert itt azért elég sok a tévhit, vagy az ember nem látja pontosan, mert még mindig talán van egy általános nézet, hogy hát egy férfi súlyzós edzést végezzen. De egy nő... Hát, ja Istenem, csupa izmok leszünk, hogy fogunk kinézni, hol a nőiességünk. Tehát itt valami nagyon nagy félreértés van, ugye, Vivi? Igen, nagyon nagy félreértés, és ellentmondás, mikor
érkezik valaki, és ő nagyon-nagyon szép kerekfeneket szeretne, de ha egy kicsit több súlyt teszünk a gépre, akkor meg már, jaj, de nem leszek túl nagy. Hát nem, tehát ugye ez itt is az, hogy nem csak attól függ, hogy pakolhatunk mi rá akármennyi súlyt, hogyha nincs meg az a tápanyagbevitel, akkor nem lesz túl izmos, meg ugye általában hobbi sportolókról beszélünk, tehát hogyha már valaki háromszor eljön a terembe, az egy rekreációs sportnak minősül, az már nagyon jó. De ahhoz, hogy valaki nagyon nagy méreteket öltsön, ahhoz azért minden nap, általában heti egy nap pihenővel edzenek, és hát valljuk be őszintén, hogy sokszor nem csak saját erejükből, tehát ott vannak olyan kiegészítők, amivel... Ami nem biztos, hogy az a tápanyag kiegészítő, ami javasolható nyilvánvalóan egy rekreációs célra. Így van, úgyhogy hát azok a lányok, hölgyek, akik úgy érkeznek, hogy szép kerekvállat szeretnének, szép kerekfeneket, formás combot, nekik nem kell félni a súlyoktól. Nyilván, hogyha most indul el az úton az illető, akkor én nagyon szépen óvatosan szoktam fokozni a terhelést, mert senki nem az első két hétben váltja meg a világot, úgyhogy az izületeknek igen, hozzá kell szoknia a terheléshez, úgyhogy nem kell félni, de én úgy gondolom, hogy jó tendencia folyik, tehát most már a fiatal lányoknál azt látom, hogy szinte mindegyikük úgy érkezik, hogy tudják, hogy ők vékonyak, mondjuk, hogyha egy vékony lányról van szó, de tudják, hogy ma már ez nem elég, mert hogy egy sportos formás, hát tényleg divattá válik szépen szerintem, ami nagyon jó, mert végre valami jó divat is lesz. Ami mellett én mindig kampányolnék egyébként, főként az utóbbi időben jöttem erre rá, hogy a gyaloglásról is nem érdemes úgy beszélni, hogy én amennyire lehet most már munkahelyemre, Bánfalváról gyalogolok, hazagyalogolok, és akkor itt simán össze lehet szedni a 15-20 ezer lépést egyébként igen. Naponta, Hogy ez is, ha az ember jó tempóba megy, kitartóan, ez is egy remek kardió mozgás, nem? És mondjuk a sérülési foka pedig mondjuk jóval alacsonyabb, mint esetleg egy helytelen futásnál. Igen, itt az is, hogy ez a helytelen gyakorlatok, akár egy futás, akár bármilyen súlyzós edzés, ezért is jó edző. Én ezt is el szoktam mindig mondani, hogy lehet, hogy valaki nagyon lelkes, és nem is hagy alább ez az érzés, de hogyha ő azt mindig rosszul csinálja, akkor ugye ebből sérüléssel gerincsér adódhat. A gyaloglás tökéletes, igen, tehát egy nagyobb túlsúllyal is ez kivitelezhető, és jó, ott is vannak eltérések, amik lehetnek egy izületben, amit lehet javítani, és akkor még jobb lesz. De én mindig azt mondom, hogy kinek. Én az étrendben is ezt a kardió ajánlást úgy szoktam írni, hogy nem csak az, hogy válasszon amit, hanem az adott illetőnek odaírom, hogy miből választhat. Mert hogyha már alapból egy sportos valakiről volt szó, vagy aki nincs úgy túlsúly, és ő amúgy szeret is futni, akkor ne sétáljon, akkor ő fusson, mert nagyobb eredményt fog elérni, de mindenkinek el lehet jutni odáig, ahova szeretne, csak végig kell járni az utat, igen. Nem beszéltünk még az életkor kérdéséről, és itt van egy olyan érzékenyebb terület, de szerintem nyugodtan lehet erről beszélni, hogy előbb-utóbb, és nem csak a hölgyek, az urak is, de azért a hölgyeknél ezek jobban láthatók, ezek a jellemzők, elérkezik a változókor, és bizonyos testrészekre jóval jobban rakódik a zsírréteg, és itt nagyon sokan aztán végképp föladják, elengedik az egészet. Mennyire figyeled, hogy ki milyen életkorú, aki hozzád érkezik, és akkor adjunk egy kis biztatást azoknak, akik már érettebb életkorúak, hogy van remény? Van, nálam volt, aki 63 évesen kezdte, ami nem gondolom, hogy egy nagyon nagy kor egyébként, de hogyha azért hosszú ideig nem sportolt az illető előtte, akkor persze, akkor bármilyen életkorban nehéz szerintem elkezdeni. Az, hogy egy változókor, én úgy gondolom, hogy egy változókorral nem jöhet probléma akkor súlyban, vagy az izomzatban, hogyha az a sport rendszeres volt mondjuk fiatalkora óta, vagy most már rendszeres és űzi tényleg. Tehát akkor kordában lehet tartani. Teljesen, mert ugye a változókorral én úgy gondolom, hogy az a probléma, hogy ugye akkor érkezik el, mikor általában már nem annyira aktívak az emberek, nem annyira sportosak.
nincs idő, nem hagyunk rá időt, stb. És ugye az a baj ilyenkor, hogy az izomzat kezd el leépülni. Uh-huh. Na de, hogyha az izomzat elkezd leépülni, és a tápanyagbevitel meg ugyanannyi, vagy még lehet, hogy több, mert most már ugye a gyerekek, az unokák, a családi ebédek, mondjuk jobb esetben mindig egyre több lesz, akkor ugye hízni fog az illető, de mindig azt mondom, hogy én voltam úgy világbajnokságon, hogy 60 pluszos modellkategória, uh-huh. és olyan versenyzők voltak, hogy és nekik nem probléma. Tehát, hogy a sporttal ez teljesen, teljesen jól lehet kezelni, meg nem beszélve arról, hogy ha nőkről beszélünk, de férfiaknál is természetesen, de nőkről beszélünk, akkor meg különösen idősebb korosztályba a csontritkulás miatt is nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy hát a csontozatunkat a vázizomzat tartja, tehát bármilyen szempontból nézem, az semmi jóra nem vezet, hogyha nem tartjuk magunkat formában. Legyen az állómunka, ülőmunka, semmi se jó, tehát valamiért mindig kell egy kis kiegészítés emiatt is. Kíváncsi lennék arra, hogy Gabi, mennyivel érzed magad jobban a bőrödbe most, hogy 3 éve elindultál ezen az úton, és hát a változás az látványos, 30 kilótól megszabadultál, sportos izmus lettél. Mennyivel más a hangulatod, a terhelhetőséged, bármi ilyesmi? Milyen változásokat vettél észre magadon azon kívül, hogy természetesen nagyon csinos lettél kívülről? Igazából ez furcsa, mert épp szoktam mondani, hogy én a fejembe, amikor nagyon el voltam hízva, magamhoz képest el voltam hízva, akkor se éreztem, vagy láttam a tükörbe olyan nagyon kövérnek magam, és mikor lefogytam, akkor se láttam soványnak magam. Tehát én az én fejemben én mindig egy átlagos nő voltam. És fényképek, én megint visszacsatolnék, hogy a fényképeken, mikor megláttam magamat, akkor tudatosult bennem, hogy jé, ez én vagyok, mind a két végletnél. Tehát amikor túlsúlyos voltam akkor is, meg mikor lefogytam, akkor is fényképen szembesültem vele, hogy jé. De vállalod az akkori önmagadat ezek szerint, abszolút. Persze, persze, és főleg azért, mert hogy én ebbe benne éltem, és tudom, hogy másoknak is ez segítség az, hogy én elmondom, hogy hát én nem így születtem meg nekem, mert ez komoly munka, hogy én most itt tartok. És hogy ez egy folyamatos munka, tehát ez most nem azt jelenti, hogy én elértem a célomat, és akkor innentől nekem semmi teendőm nincsen. Ehhez kell szerintem az nagyon, hogy az illető megszeresse a sportot, mert úgyis csak azt fogjuk csinálni hosszú távon, igen, amit szeretünk. Igen, amit motiválva állt. Ez is mondtam, igen, hogy én stresszevő voltam, na most, hogyha én ideges vagyok, akkor már otthon mondják, hogy menj el futni. Átalakítottad a szokásaidat. Igen, ez nagyon jó. De tényleg, hogy már a család is tudja, hogy ha én elmegyek futni, az mindenkinek jobb lesz. Jobb lesz nekem, de jobb lesz nekik is. Mert hogy egész más, hogy érkezek haza, hogy olyankor. Meg azért tényleg inspirálod is a gyerekeidet is, nem? Valahogy az emberben ez is benne van, hogy akármit csinálunk mi anyák, mindennel példát mutatunk, vagy egy mintához szolgálunk, hát inkább így mondom. A legnagyobb lányom most már Vivinek vendége, igen, szintén, igen. Tehát ő már ő is ténylegesen csatlakozott. A többiek meg, hát a kicsi nekem 5 éves, ön pedig, hogyha már leterítem otthon a szőnyeget, futás utáni nyújtásokat, szerintem jobban csinálja, mint én. És ez nem zavaró, hogy a ruhatáradat szerintem ki kellett cserélni, mert hát nem tudsz azokkal az óriási méretű, vagy nagy méretű, bocsánat, ruhákkal most mit kezdeni? Legalább van mire fogni, hogy miért vesz az ember újat. Nem, ja. Motiválásnak egyébként ilyen problémának nagyon mindenki jó. Örül. Nagyon jó az is, amikor a régi ruháinkat meghagyjuk, hogy amik már nem jönnek ránk, és akkor elgondolkodunk rajta, hogy... Vagy hát leesnek pontosabban rólad. Jó fog még rám lenni. Aztán ne szabaduljak meg tőlem, mert... Ja, értem, hogy amikor az ember túlsúlyt magára szed, és akkor ott van egy mondjuk 38-as méretű ruha, igen, akkor ne feltétlenül hajítsuk ki,
hanem akkor mondjuk azt, hogy hagyjuk meg, és akkor szedjük össze magunkat, és újra vegyük föl, mert ez fantasztikus érzés. Nagyon jó érzés, amikor előszedjük, és akkor rájövünk, hogy jaj, de gyönyörű ez a ruha, és csak egyszer volt rajta. De nagy ruhától megszabaduljunk meg. Igen, mert az is egy motiváció lehetne, hogy a nagyméretű ruhát magadra veszed most, és így nézed. De hogyha egy kicsit érzem, hogy na ez már itt szűk, meg ott szűk, akkor ne az legyen, hogy előveszem a másik garnitúrát, ami még éppen jó, hanem akkor na most kell megfogni. Mert azért van, nekem is volt most nyáron is, az ember nyaral, tényleg több családi összejövetel van, nem tudom. Ti nagyon sok pozitív visszajelzést kaphattok, nem mondjuk olyan ismerősöktől, akik rég láttak titeket egy osztálytalálkozón, bárhol. Értek ilyen élmények titeket, hogy olyannal találkoztatok, aki mondjuk egy-két-három éve nem látott titeket? Igen, és ez nagyon jó érzés, amikor megdicsérnek, így van. Viszont nekem mindig az a legfontosabb, hogy a család lássa rajtam, hogy mennyire jól érzem magam, és hogy egészséges vagyok, és ők ettől vannak jobban, hogy én jó vagyok. És ez óriási erőt ad ahhoz, hogy másnap ugyanúgy tudjuk folytatni. Ennyi fért a mai Hölgyválaszba, de a jövő héten folytatjuk a témát.